Három éve rendezték meg először a református nyílt napot. Mi volt akkor az alapkoncepció? Hát sokszor beszéltünk erről, az, hogy az egyházat sokan azt gondolják, hogy egy bezárt közösség, hogy éljük azt meg kinyitva itt a kapuinkat, az ingatlanrendszerünket, illetve mi is kimenve, hogy talán azokat az embereket is könnyebben elérjük, akik nem jönnének ide közénk. És hát szerettünk volna a vendégvárásnak a neve alatt valamiféle pluszt adni a városnak, azoknak is, akik bennünket nem ismernek, vagy kíváncsiskodnak. És akkor így indult, ebben csak erősödtünk az elmúlt három évben. Soha nem egyszerű egy teljesen újat elkezdeni. Mekkora volt a nagy közönség részéről, a város lakossága részéről az érdeklődés akkor, és változott-e, növekedett-e azóta az érdeklődés? Hát az az érdekes, hogy ha számokról beszélgetünk, akkor bajban vagyok, mert szabadtéren embereket számolni szerintem még a politika se tudni, ha úgy csinálnak, hogy tudnának. De itt azért van kint egy nagy tér, meg a belső udvaron nagyon nehéz megállapítani. Az biztos, hogy tavaly, meg az idén sokkal többen voltak, mint amikor legelőször kezdtük, mert akkor nem ismerték. Annyiban változott a program, hogy ma Monoron legalább 3-4 olyan rendezvény van, ahova azok az emberek, akik megmozdulnak, elmennek, de délelőtt 11 órákor volt a Márkus Színház előadása, ott legalább 200 ember itt ült a téren, tehát szerintem nem csökkent az érdeklődés semmiféleképpen. Az elmúlt két év tapasztalatait hogyan hasznosították az idei év szervezésében? Hát nyilván van egyfajta bejáratódás, amire az egyháznak azért figyelni kell, hogy nem mindig ugyanazt csináljuk. Tehát az, hogy mit szerettünk volna csinálni, hogy a teret hogy lehet berendezni, hogy milyen elképzelésünk van, abban volt valamiféle gyakorlatunk, ebből sok tekintetben eltértünk, illetve a programnak is volt egy váza. Az idei esztendőben annyival másabb, hogy a reformáció 500. évét ünnepeljük, az egyházat nagyon sokszor archaikusnak tartják, vagy történelmi közösségnek, ezt szeretnénk megélni, hogy az, hogy van egy múltunk, az nem azt jelenti, hogy ez valami régi módi közösség. Tehát ilyen szépen összeáll, hogy a temetés is volt, kétesküvő is volt ebben a templomban. Olyan furcsa volt azt megélni, hogy miközben itt van egy ilyen forgatag, közben a gyülekezetnek a klasszikus működése ugyanúgy történik, és akkor ezt látja mindenki, hogy ez egy eleven közösség, nem pedig egy ilyen kialófélben levő, ma már nincs rá szükség, nagyon sokszor legyintett ideológia. Tehát amit Isten adni akar nekünk, az nem változott egy kicsit sem, és amit az Úr Jézus elkészített, arra ugyanúgy szükség van az embereknek ma is. A gyülekezetnek nagyjából hány tagja, aki besegített a mai délután és a mai napnak a szervezésébe, lebonyolításába? Hát egy ilyen rendezvényt mondjuk tavaly szeptember 10-én volt az alkalom, akkor szeptember 11-én kezdtük el szervezni. Tehát az, hogy ma mennyien voltunk. Tegnap volt itt egy kicsit olyan nagyobb forgatag, amikor már itt az asszonyok sütöttek, 150 rúd rétes például. Tegnap 48-an voltunk itt segíteni, ma valakivel itt délelőtt, inkább kora délelőtt pakoláztunk, és akkor mondtam, hogy nekem ennek a napnak a legnagyobb ajándék az, hogy mi együtt csinálhatunk valamit. Az, hogy kik jönnek el, meg milyen benyomásokat kapnak, azt rábízzuk Istenre. De az, hogy mi összefogunk, együtt csinálunk valamit olyan emberek felé is, akiket talán nem is ismerünk, az mindenképpen jó. Nagyon sokan, legalább 100 embernek valamilyen munkája volt ebben a napban. Hogyha ki kellene emelni a programok közül egyet-kettőt, akkor melyiket emelné ki, melyik a legjelentősebb a mai napon? Hát ez egy furcsa kérdés. Azt, hogy most beszélgetünk, szerintem nem lenne helyes dolog, mert az a sokféle, most ha itt a kamerát tovább nézek, itt valaki egy óvónő mesét olvas néhány gyereknek. És nem hiszem, hogy az kevésbé lenne fontos, mint amikor este a koncerten mondjuk 150-en fogják hallgatni, vagy a Nivódias Báb színház csoportot 200-an hallgatták. Tehát én úgy áll össze a program, hogy mindegyiket egyforma meg kell becsülni, mert ha valaki egyszer kidől, akkor az nagyon fog hiányozni. Tehát nem hiszem, hogy a számok bűvöletében, vagy a különböző szegmensébe kellene gondolkodni. Az ilyen alkalmak mennyire alkalmasak arra, hogy egy gyülekezetnek nem csak a külső életét, az alkalmait ismerjék meg az érdeklődők, hanem valóban hitbéli kérdésekkel is foglalkozzanak? Hát én ma például odaültem egy hajléktalan ember mellé a padra beszélgetni, bár odaülhetek máskor is mellé. Csak ilyenkor valahogy feloldódnak azok a nem szaladunk, nem az a fajta, ha tetszik, hanem menni kell valahova, időbeosztásunk van. És hát ez mindenkinek a feladata, hogy ki mire szán időt. Tehát abban, hogy most amit el kellene végezni mondjuk 15 év alatt, azt most tegyük meg, az nyilván egy butaság lenne, de abban a szabadságban, hogy megismerhetővé tesszük magunkat, hogy itt valaki bejöhet, mert itt vannak a kapuk, és akkor megnézheti ezt az ingatlan rendszert, vagy gyerek szabadon játszhat, vagy kap valamilyen halapnivalót. Ez mind-mind hozzátartozik ahhoz a nagy képhez, ami rólunk kialakul. Fekete Ardóba érkeztünk a gondnok úrral, párommal és a gyülekezetünk kántorával. Gondnok úrnak a felesége a kántor is a
hitoktatónk. Attila testvére mondta, hogy Feketeardóhoz még két község tartozik, Tekeháza és Királyháza. Tekeháza és Királyháza. Ezekről a községekről nagyon röviden szeretnék néhány gondolatot megosztani a testvérekkel. Hátulról kezdem a legkisebb gyülekezettel, amelyik mint község a legnagyobb, mert 10 000 lakosú község a Királyházai község, de a reformátusság egy nagy tengerben van az ukrán tenger közepén, 100-an vagyunk a Királyházi gyülekezetben reformátusok, körülbelül 200-250 római katolikus magyar van, tehát akik magyarok. Tudni kell Királyházáról, sokan nem tudják csak akkor, amikor ellátogatnak, hogy 1532-ben Komjáti Benedek ott fordította Pál apostol leveleit, és jelent meg, mint első magyar nyelven kiadott könyv, amit egy emléktábla is ábrázol bent a templomba. A Királyházi templom 1911-ben épült, 2011-ben volt a felújítása, és adhattunk hálát az Úrnak, hogy felújíthattuk. Majd az elmúlt esztendőben a nyári jégverés tönkretette a templomnak a tetőjét, Istennek kegyelméből svájci támogatókkal ezt újra tudtuk fedni. A Tekeházi gyülekezet a második gyülekezet, amely 230 lelkes gyülekezet, mint református közösség, 1600 lelkes a község, és mi ott vagyunk, mint 230 református magyarok. Nincsen magyar iskolája, se Királyházának, se Tekeházának, de azért mégis van magyar közössége, és ez nekünk nagyon fontos. És fontosnak tartottuk azt, hogy a mi gyermekeink, akik részt vesznek a hitoktatásba is magyarul, tanuljanak magyarul, ezért 2002-ben egy úgynevezett magyar oktatást indítottunk el, amely a parókiának a területén van. Mind a mai napig nincs magyar iskola, de ott a parókián tanítjuk a magunk módján a gyermekeinket magyarul, hogy azért a szülő nyelvét, anyanyelvét el ne felejtse. Mik a tervek a jövő évre nézve, lesz-e jövőre is református nyílt nap? Hát mindenféleképpen szeretnénk. Azt azért el kell mondani, hogy nem én találtam ki a gyülekezetben ezt az alkalmat. Volt kedves presbiterünk, aki szívére helyeződött, és úgy indult ez a dolog. Mindenképpen egy jó fontosnak tartjuk. Az bennem vívódás, valószínűleg nem változtatunk ezen, de nem biztos, hogy szeptember második szombatja legalkalmasabb, éppen a városi rendezvények miatt, de mindenképpen szeretnénk jövőre is.